következő kísérletek a víz felületi feszültségéhez kapcsolódnak. A víz egyik legfontosabb tulajdonsága és jellemzője, hogy nagy felületi feszültséggel rendelkezik, ami tulajdonképpen a vízmolekulák közötti összetartó erőből, kohéziós erőből származik. Ezen a tálcán három edényben látunk vizet, melyek közül kettő kör alakú, és egy pedig egy nagyobb méretű üvegkád. Az első kísérletnek a lényege természetesen az lesz, mint az összes többinél is, mégpedig az, hogy a felületi feszültséget hogyan tudjuk lecsökkenteni. Miért van nagy jelentősége annak, hogyha a víz felületi feszültsége nagyobb lesz, mint a belehelyezett tárgyaké? Természetesen ennek az lesz a jelentősége, hogy megtartja a víz felszínén, annak ellenére, hogy ez lényegesen nagyobb sűrűségű. Az első kör alakú edénykében természetesen egyszerű anyagot, őrölt fekete borsot helyeztem. Ezek a borsszemcsék szépen ellepték a víznek a felületét, és a víz gyönyörű szépen fenntartja ezeket a borsszemeket, amelyek közel egyenletesen helyezkednek el. A következőkben egy hurkapálcát fogok helyezni mosogatószerbe, és a mosogatószeres hurkapálcát hozzá fogom érinteni a bors felületéhez. Ennek az lesz a következménye, hogy gyönyörű szépen elválnak a borszemek egymástól, és ahol úgymond hézal keletkezik, ott a víznek a felületi feszültsége lecsökkent, és a borszemek pedig eltávolodtak ettől a helytől, és egy gyönyörű szép alakzatot hoznak létre. Biztos felvetődik a kérdés, hogy mi a lényege ezeknek a kísérleteknek, és miért van nagy jelentősége. Ennek az a hatalmas jelentősége, hogy abban az esetben, amikor olyan élőlények élnek a víz felszínén, mint a molnáka, azok természetesen a felületi feszültséget kihasználva közlekednek a víznek a felszínén. Abban az esetben viszont, hogyha ilyen mosogatószerek, detergensek kerülnek a vízbe, akkor ezek a molnákák sajnos elpusztulnak, hiszen lesüllyednek majd a víz alá, hiszen a felületi feszültsége lecsökken a víznek. A következő kísérlet az üvegkádhoz kötődik. Ezt gyerekeknek nagyon tudom ajánlani, főleg azoknak a fiúknak, akik szeretnek versenyezni. Ez ugyanis nem áll másból, mint a kísérlethez szükséges egy például alufóliából kivágott hajóforma, amelyet természetesen óvatosan el fogok helyezni a víznek a felszínén, és ez szépen láthatóan meg is áll rajta. Abban az esetben viszont, hogyha megint csak a mosogatószerben mártogatott hurkapálcámat a hajó úgymond nyílásába helyezem, akkor a hajónk elmozdul, és az eredő irányban fog rövidebb, hosszabb utat megtenni. Elsősorban kisebb gyerekeknek ajánlom, hogyha különféle hajóformákat vágnak ki, ezt egymás mellé helyezve versenyeztethetik a hajójukat, hogy kinek melyik lesz a gyorsabb. Tehát ez is egy ilyen egyszerű kísérlet, és az elve ugyanez. A harmadik kísérlet, mint említettem, szintén a felületi feszültséghez kapcsolódik. Ehhez viszont vagy pénzérméket, vagy pedig gémkapcsot használhatunk fel. Ez egy kicsikét lutris, hiszen ha pénzérmét helyeznénk ide, akkor egy görbített kampóval lehetne ügyesen ráhelyezni a víz felszínére, hiszen jelen pillanatban a víz nyugalomban van, és a kohéziós erő az nagy, illetve természetesen, hogyha óvatosan belehelyezem a gémkapcsot, akkor elméletileg a víz meg kell, hogy tartsa a felszínén. És tulajdonképpen ugyanaz történik majd, mint az előző kettő esetében. Megint hozom a Jolly Jokeres hurkapálcámat, amelyet mosogatószerbe mártottam, és ismét a vízbe pottyantom, és a gémkapocs is lesüllyed, ezzel példázva az előbb említett molnárkák életét. Ez az első blokk a felületi feszültséghez.